A 9. parancsolat nagyon-nagyon fontos. Az Zarándok útunkon eljutottunk ehhez az állomáshoz. Jóisten úgy tűnik, hogy nem csak a tetteinket, hanem a vágyainkat is szeretné, hogy uraljuk. Tehát nem elég az, hogy arra figyelek, mit teszek, mit mondok, hanem az, hogy mit is gondolok. Ugye, ha őszinték vagyunk, az ember szívébe vágyak vannak. És ezek a vágyak vezetnek, uralnak. Nézzük meg a Szentírásból, hogy mi minden történhetik, ugye, hát egy nem uralt vágyból. A Dávid király életében leírja, hogy bizony a filiszteusokkal sok háború volt. És egy alkalommal, hát ugye zsoldosokat is fogadtak be, a hetita úriás feleségével ott volt. Hát gondolom, egy ilyen tiszt tábornoka volt Dávid királynak, aki már idősebb volt, de hát, hogy mondjam, azért a korral, hát nem csak bölcsesség jár együtt, hanem sokszor hát az elvakultság, az önbizalom hiány. És hát ugye kint a fiúk harcolnak az ellenséggel, ostromolnak egy filiszteus várat, és Dávid király, ugye hát ezek a keleti házak, paloták, emeletük van, és ott fönt, a tetőn, körbenéz, biztos a királynak volt a legnagyobb palotája, de ott körülötte az egyik udvaron, meglátja a szép Bersebát. Hát gondolom, annak is melege volt, levetkőzött, napozott, nem tudom miféle, és a király megkívántam. És hát ugye a vágy rossz tanácsadó. Felhívatta magához, és bizony elcsábította az ő kedves katonájának a feleségét. Igen. És hát ugye az történt, hogy teherbe ejti az ő közvetlen munkatársának, katonájának a feleségét, király cselhez folyamodik, felhívja a hetita úriást, hogy érdeklődjön, hogy mi is van a csatatéren, és hát ugye beszélgetés után mondja, menjen haza a feleségéhez, hát gondolta, már rég nem voltak együtt, együtt hálnak, és akkor hát a király titokban marad az ő, hát hogy mondjam, cselekedete. De valószínű, ez az úriás vagy megneszelte valami, hivatalosan azt írja a Szentírás, hogy ott aludt a király kapujába, a többi katonával, és azt mondta, hogy amíg az én embereim kint, sátorba, az ellenséggel, farkas szemet nézve küzdenek, addig nem lenne szép, hogy én, mint a feleségem vetett ágyába mulassam az időt. Nagyon szép gondolat. De a király ebből azt gondolta, hogy csak ki fog derülni az igazság, amiből botrány lesz, és saját katonájával a főparancsnoknak küld egy levelet. És abban a levélben leírja világosan, hogy támadjátok meg az ellenséget, és amikor ott vannak a sűrűjében, legelőre küldjed a hetita úriást, és hát ugye, amikor az ellenség kitör, akkor ti vonuljatok vissza, hagyjátok magára ezt a szerencsétlen embert, hogy essen el. Döbbenetes, nem? Dávid király, Isten szolgája, ki olyan szép zsoltárokat ír, annyi nagy ajándékot kapott a mennyei atyától, minden, hogy ide vetemedik, hogy saját munkatársát, miért, mert vágyainak nem tud parancsolni. És elesik a katona, meghal, nagy pompával eltemetik, és hát ugye Isten prófétája
elmegy a királyhoz, és elmondja, ó, halt király, mik történnek a te országodban? Hát mik történnek? Azt mondja, van egy ember, van neki sok száz juhocskája, és van egy másik, akinek egyetlen kis báránykája van. És amikor ez az emberhez vendégek érkeznek, sajnálja az ő kis juhait, azt a sokat, inkább elveszi ennek az egyetlen embernek a báránykáját, és abból rendez lakomát. És amikor ez az ember kitártsa a száját, akkor megöleti. Mondd, király, mit érdemel ez az ember? És a király nem veszi észre, hogy ez a történet az ő történet, azt mondja, halált. Ki ez az ember? És azt mondja, ó király, te vagy az az ember. Hát, az Ószövetség prófétái előtt fejhajtás. És a nagysága Dávidnak az, mert ez a szép, Szentírás tele van ilyen történetekkel, hogy igen, az embernek a jó és a rossz arca is felragyog. A végtelen bűnösség és a bűnbánat. Dávid megszaggatja ruháját, szőrruhát öltöz, elkezd böjtölni, imádkozni, és ugye ezekben az időkben történik az, hogy a saját fia fellázad ellene. És hát ugye menekülnie kell. És Dávid néhány katonával menekül. Idős ember, minden. És azt írja a Szentírás, hogy egy alattvalója, hát megy a katonák mellett, a menekülő Dávid mellett, és hangosan átkozza, hogy vérszívó, zsarnok, meg mindennek nevezi. És Dávid katonája veszi a kardját, hogy leszúrja ezt az ember, és azt mondja, Dávid, hagyja, mert megérdemlem. Döbbenetes, nem? És ugye nem a szentírási történetet akarom csak elmondani, hanem a mögötte lévő dolgokat. Ugye az ember, ha nem tud parancsolni a vágyainak, a zsidó királyság legszebb gyöngyszeme, a dávidi birodalom, hogy mondjam, mivel nincs ura Dávidnak saját magán, ezért hiába van uralkodása ott az egész ország, összedől. A Dávid halála után polgárháború, szétomlik minden, és elpusztul a dávidi birodalom. Jönnek ugye az asszírok, a babiloniak, minden. És valahol ez az emberi gyengeség, bűn az, ami szétverja. És a Szentírás ezt világosan leírja, nem köntőrfalazik, nem kozmetikázik, nem keretezi, tisztázza, nem, ez van, és ezt nekünk jó, hogyha tudjuk, hogy igen, az emberben, mindannyiunkban ott vannak ezek a vágyak, ezek a különféle gerjedelmek, erők, amik, hogy mondjam, ha lovat betöröd, és uralod, és a gyeplőt te fogod, akkor az a ló szekeret húz, ekével hasítsa a földet. De ha a gyeplőt elengeded, akkor ezek a lovak letapostak mindent. Akkor, hogy mondjam, összetörnek mindent. Most ugye legtöbb kultúrában az van, ugye a keletieknél is, hogy a vágyaink uralása. Ők egyenesen azt mondják a hinduk, hogy ki kell írtani magunkból a vágy nélküliség. Jézus Krisztus soha nem beszél arról, hogy írtsuk ki magunkból a vágyat. Ugye ott van az a történet a Szentírásban, amikor Jézus arról beszél, hogy hát őnek is szenvednie kell, és Jeruzsálembe megy, és hogy mi fog történni, és sajnos az lesz, hogy őt emberek kezére adják, és megölik, és hát a tanítványoknak ez meredek. Nem akarják. Hát ők azt látják, hogy dübörög a szekér, hogy mindenki hódol, tapsol nekünk, hát mi vagyunk a Janik, meg nem tudom miféle, és akkor ilyeneket mond a főnök, hát elment az esze, vagy mi baja van neki. És lemaradnak. És maguk közt arról beszélnek, hát, hogyha Jézus te talán kidől, hogyha
bedobja a törő között, akkor mit lehet csinálni? Hát akkor valaki közülünk át kell vegye itt a csapat irányítását. Na de ki a főnök? Ki lesz a főnök? És akkor elkezdnek vitatkozni, hogy hogy mondjam. És Jézus szomorúan megérkezik. Oda, ahol mentek, egy faluba. És én azt gondolom, hogy nem csak feltámadás után a Genezáret tónál tudott ő halat sütni, valószínű tüzet rak, készíti a vacsorát, nem tudom. És közben megérkeznek ezek a fiúk is. Hát ugye, úgy el tudom képzelni, keleten megérkezett Jézus, rakja a tüzet, vannak ott a faluban ilyen kis gyerekek, hát persze, kíváncsiak, mind ott vannak, lábatlankodnak, hozhatak-e vizet, hozzak-e fát, mit tudom én, mivel segíthetek, hát na, gyerekek. És megérkezik az apostolok, leülnek, letelepednek, vacsoráznak, és Jézus megkérdezi, fiúk, útközben miről beszéltetek? Hát ő, mint Isten ember, tudta, hogy miről beszéltek. Hát ott elkezdnek köntőfalazni, hát, mint időjárásról, meg valutaárfolyamról, vagy hogy mondjam, koronavírus, hogy terjed, itt-ott, mit tudom én, miről, valamiről beszél. Tehát ugye kibújnak. És akkor Jézus azért tudja, hogy hát itt az emberben a vágy az, hogy uralkodjál, hogy hatalmad legyen, hogy kezedbe ragadja a dolgot, ott van mindenkiben. És nézzük meg, hogy teszi Jézus helyre ezeket a fiúkat. Tehát nem azt mondja, hogy ezek a vágyak, ez a nagyra vágyás, ez a hatalom éjség, ami benned van, ez tönkre fog tenni, ez halálodat okozza, elvegy itt a porral, nem ezt mondja. Egy keleti embert valószínűleg ezt mondaná. Jézus mit mond? Odahív egy ilyen szájtáti gyereket, zölébe ültet, és azt mondja, hogy nézzetek meg ezt a gyereket. Megérkeztem, hozott vizet, fát, hogy mondjam, kedvembe jár. Próbál kisebb testvérem lenni, nem? És most is milyen előzékeny, alázatos, szerény, és mindenben tényleg a kedvünkre van. Na hát nézzétek meg jól ezt a gyereket. Mert az a legnagyobb közületek, aki a többieknek szolgája tud lenni. Nem baj az, hogy benned ott a vágy, hogy te nagy akarsz lenni. Uraljad! És igenis, tegyél meg mindent, hogy mindenkinek a szolgája legyél. Nekem nagyon fontos volt ezt felismerjem, hogy igen, a vágyakat nem leölni kell, ezeket a lovakat nem, hogy mondjam, agyonütnünk kell, amik bennünk vannak. Vágysz arra, hogy alkossál szépet valamit. Vágysz arra, hogy mondjam, hogy táncoljál. Van egy ismerősöm, felhívott, és azt mondja, hogy Csaba testvér, annyi felé zarándokolsz, nem jössz el az én stúdiómba így, online, egyet táncolnák a gyerekeknek, és beszélnék arról, hogy milyen nagyszerű táncolni. Mert nekem ez az életem. Tehát nem kell leölni ezt a vágyat. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy színésznő akar lenni, és szerepelni akar, és megnevettetni, és tanítani az embereket, ez szép dolog. És ez tudatosan én vagyok, és van bennem ez a vágy. De ugyanígy, hogy mondjam, mindenkiben van valamilyen vágy. Csak tudnom kell, hogy ahogy a kezemben van az a bicska, az a svájci bicska vág, mint a beretva. Ajándék, Isten drága ajándéka. Na de hát azon úgy levághatom az ujjamat, mint a csuda. Tanuljam meg kezelni. Nem a bicskáért vagyok én, a bicska van értem. A vágyaink ugyanígy Isten drága ajándéka is, és ugye a szexuális vágy is Isten ajándéka. Nincs azzal baj, nem kell azt kiirtani belőlünk, és ezt én mint szerzetes mondom. Igen, Isten drága ajándéka, és szegényebb lenne ez a világ, hogyha nem lenne meg ez a vágy az emberben. Csak üljek le, és tudatosítsam, vagyok én, és van bennem többek között, mert sokféle vágy van az emberben, ez a testi vágy is. És akkor ugye én úgy gondoltam, hogy a pap
így taníts az egyház, nem a kosok s a bikák vérével megy az új szövetség oltárához, hanem saját megzabolázott vérével. És ezt a vágyat bennem megvan. Megpróbálom, hát hogy mondjam, Isten oltárán feláldozni. És benned is megvan ez a vágy, ami űz téged arra, hogy keressél valakit, aki neked tetszik. És tényleg, hódítsd meg, udvarolj neki, vigyél virágot neki, hogy mondjam, bolondítsd el, hogy mondjon igen neked, hogy igen, legyen a te társad. De tudatosan ez a vágyat, úgy mondjam, mint a késsel, ahogy vágom a szalonnát szépen, nem az ujjamat, a szalonnát. Ugyanúgy ezzel a vágyal is valahogy így kéne dolgozni. Uralni. Sajnos úgy tűnik a mai világban, ugye a vágyakat felszabadították, és az a henceg nagyon sok ember, hogy én akkor vagyok szabad, ha azt teszem, amit akarok, amire vágyok. Nem. Én azt gondolom, akkor vagyok szabad, ha meg tudom tenni azt, amit akarok. Én, Böjte Csaba, tényleg azt szeretném, hogy megszenteljem a Kárpát-medencei népemet. Hogy békét hozzak ebbe a térségbe, hogy lelkesítsem az embereket. Ez az én vágyam. Ez az én legfontosabb akaratom. És minden mást próbálok ennek alávetni. És ugyanígy benned is biztos, hogy vannak vágyak. De mi a te akaratod? Tudjuk jól, nem csak a zsidóknál okozott ennyi galibát, hát Trójé falu történetét, ugye ott mindenki ismeri, a szép Helénának a történetét, hogy mennyi galibát okozott, és mennyi nagy nemes vitéz esett el, csak azért, mert, hát hogy mondjam, nem tudott uralkodni magán. De valószínű Nagy Sándor halálát is, hát az ilyen gerjedelmek, vágyok okozták. Vagy Attila, hun fejedelem, nála is ezt mondják. Nem vagyok én történész, legyen ez az ő dolgok. De az biztos, hogy tiszteletbe kellene tartsuk egymás feleségét. És bármit érezel iránta, hát menj szépen, zuhanyoz le hideg vízbe, na, állj neki Palkó Noémivel tordászni, hogy mondjam, és mindjárt jobban fogod tudni uralni ezeket a vágyakat, gerjedelmekeket, mindent. Tehát Isten világosan megmondta, más feleségét ne kíván. Persze mondhatta volna úgyis a más férjét, mert ugye a nőkben is azért vannak ugyanilyen vágyak és gerjedelmek, sőt, bennük még az érzelmek sokkal jobban uralkodnak, mint egy férfibe. Ott vannak mindannyiunkban. És ezt tudomásul kell vennünk. És nem leölnünk kell a vágyainkat, hanem megszelidítenünk. És igenis, le kell fognunk, és húzz azt a szekeret. Én azt gondolom, hogy az a pap, volt erre is példa, Origénészről mondják, ő Isten katolikus pap volt, hogy ne legyen neki problémája ezekkel a testi vágyakkal, ha fogta magát, és kiheréltette. Hogy mondjam, nagyon szépeket írt meg minden, de soha büdös életben nem fogják őt szenti avatni. Miért? Azért, mert hát nem ez a megoldás. Hát az a megoldás, hogy igen, minden nap mész az oltárhoz, és a magad áldozatát bemutatod az Istennek. Persze a mai emberben azt se érti, mit jelent az, hogy áldozat. De ugyanígy a házasságod attól lesz szép, hogy azt az egy nőt választottál, és a többiről lemondtál. Viccesen szoktam mondogatni, hogy egy férfi, amelyik komolyan veszi a házasságot, hát az lemond, ugye azt mondják, hogy 7 milliárd ember van, 8 a világon, na lemondott hány, hát idős néniket, gyerekeket ne számítsuk, de majd lemondott a 2 milliárd nőről. Hát én plusz egy. Hát gyakorlatilag nagyjából ilyen nagy számoknál ott vagyunk. Ez csak vicc volt. De hát, hogy mondjam, attól lesz a házasság szentség, hogy áldozatot hozol
megzabolázod a vágyaidat, kedves feleségedért, gyermekedért, családodért. És akkor kicsit te is apja vagy, aki megszenteled a családot. Én tudom, hogy a mai embernek ezek nagyon idegen gondolatok, de nézzük meg, hogy azok a társadalmak, akik ezt komolyan vették, azok felvirágoztak. A rómaiaknál, míg az erkölcs, pedig pogányok voltak, komoly volt, és családi élet szent volt. Volt olyan idő, hogy például egy veszta szüzet megfogtak azzal, hogy valakivel ottan összevegyült, és feláldozták, ki halálra ítélték. És akkor, hogy mondjam, a római hadsereg dübörgött, és tényleg, hogy mondjam, pacifikálták, mondjam úgy, az akkori világot. És biztos, hogy nagyon hozzájárultak ahhoz, hogy a görög-római kultúra, hát Európát meg nem esítse. De ennek az alapja az erkölcs volt. És amikor ez az erkölcs ugye kezdett felhígulni, maga a császár, mint Isten, ő megengedhette azt is, akár saját anyjával, vagy mit tudom, testvérével, vagy bármit csinálhatott, hát akkor ez a görbe nagyon-nagyon lefelé ment, és nagyon mélyet koppant. Igen, ebben a hosszora sikeredett nagy csütörtök éjszakában, mert kicsit én úgy képzelem el, mint ezt a vírusos időszakot, mint Jézusnak a nagy csütörtök éjszakája, hát jó lenne, hosszan gondoljuk, hogy milyen vágyak vannak bennem. Vegyek egy papírt, ceruzát, írjam fel. Nézzek velük szembe, Isten drága ajándékaim. És nézzem meg, hogy azt a vágyat, hogy szeretem a szépet, szeretek rendet teremteni magam körül. Hogy tudom én megélni? Hogy vágyok arra, hogy nekem is legyen valaki, aki megfogja a kezemet, aki boldogát tesz, aki szerelmet val. Hogy tudnám én ezt a szomjúságomat, ezt a vágyat, hogy mondjam, úgy megélni, hogy ebből áldás legyen, ajándék legyen mindannyiunk számára. Hát, nagy kérdés. Én kérdéssel magukra hagyom maguk, önöket. Még van egy szép versünk, és hogy elcsendesedésünk előtt arra kérem, hallgassák meg. 17:30 akkor a művészetek világába a dévai gyerekek hogy alkotnak, meglátogassuk a dévai kölyök manufaktúrát, és hát utána 18:00 meg szemmisáldozatot mutatunk be. Ma 5. Szent Pius, aki sikerült Európát összefogja, és hát ugye az ő összefogásából született a Szent Liga, ami megmentette Európát kereszténységnek. Tehát ugye a lepantói csatának a nagy bajnoka, a pápa, mert ő személyesen szedte össze ezeket a városállamokat, országokat, és egy zászló alatt tudtak diadalmaskodni. És igazából Európába muszlim előretörést ezzel állították meg. Adja az Isten, hogy tudjunk együtt imádkozni az összefogásért, hát a közös Európának a jövőjéért.